Kökeny Tamás a Virtuózok zenei sorozat egyik győztese is játszott a Roma Hősöket bemutató kiállítás megnyitóján. A Terrorháza Múzeum és az intézményt fenntartó Közép-Kelet-Európai Történelmi és Társadalomkutatásért Alapítvány elkötelezett abban, hogy megemlékezzen a Roma Hősökről és felhívja a szélesebb közösség figyelmét a magyar romák helytállására. A magyar cigányok tevékenységükkel és önszerveződésükkel, a cigányügyek felkarolásával, közösségeik felemelésével, tanulásuk és munkahelyhez jutásuk megszervezésével, művészetükkel, közösségüket és a magyarságot egyaránt szolgálták. Ennek az a lényege, hogy megmutatjuk a közösségnek, az egész szekszárdi közösségnek, romáknak és nem romáknak egyaránt, hogy kik azok a közös hőseink, akikre mi felnézhetünk Magyarországon. Ugyanis azt tudni kell, hogy amikor kemény helyzetek voltak Magyarországon, akkor a romák a számarányukhoz képest nagyobb arányban reprezentálták magukat, például a kommunisták elleni harcban az 56-os felkelés idején. A kiállítás összesen 33 tablóból áll. Oldalain egy-egy az 1956-os forradalom és szabadságharc és az 1989-90-es rendszerváltás során fontos szerepet betöltő roma hős portréja jelenik meg, rövid életrajzi ismertetéssel. A magyar történetírás említ számos hőst, például 1956 kapcsán is, csak nem teszik hozzá, hogy roma származásúak, mondta a kutató Pogrányi Lovas Miklós. Ez a 30 név, akit itt most kiállítunk és megmutatunk, ők tulajdonképpen csak egy névsornak a kezdete, ez egy hosszabb eseménysorozat lesz, és ehelyen azt is megemlíteném, hogy már 10 éve tart ez a rendezvénysorozat. A kiállított tablók egy héten át láthatóak a Vosinszky-Mór megyei múzeum előtti téren.